Thank you.
Thank you.
Örvendek, hogy itt lehettem, csodával határos dolog. Nem is hittem, hogy meg lesz. És köszönöm az előadóknak, köszönöm önöknek, hogy utoljára találkozhattam. Talán. Ki tudja, mit hoz az élet. Emlékszem, hogy egy öreg, fiatal tanárom, 83 éves korában arra a kérdésemre, hogy mit szeretne Pista bácsi a születésnapjára, mert hát akkor már Pista bácsi volt nekünk. Azt mondta, hogy szeretnék, fiam, még egyszer 82 éves lenni. Hát akkor nem is értettem meg, hogy tulajdonképpen mit akar mondani ezzel. Most már tudom. Szeretnék én is még egyszer 79 lenni. Ugyanakkor el szeretném önöknek mondani, hogy Tamási Áronnak az a szép mondása, hogy mi végre vagyunk-e világon. Azért, hogy valahol otthon legyünk benne. Az az érzésem, meggyőződésem, mély meggyőződésem, hogy ma én is otthon vagyok. E végre voltam, és vagyok a világon. Köszönöm önöknek, táltos zenekar. Valóban táltos zenekar volt ma este. És önöknek, akik a szellemükkel kivittek minket a kozmoszba. Valahol kint voltunk, időn és téren kívül. Milyen jó érzés az, hogy még vannak pillanatok, amikor szeretjük egymást, amikor jól érezzük egymást, és amikor könnyűek leszünk testben és lélekben egyaránt. Ezt köszönöm önöknek ma este mindnyájuknak. Mindnyájan előadók voltak, és leszünk. Köszönöm szépen!